Gyűlik a tömeg a Kőrösi Színház termébe. A Teltház apropója egy kétfelvonásos komédia, amiben senki sem az, akinek mondja magát. A Forró Hétvége című előadásról, a színház létjogosultságáról és a kőbányai közönségről Böröndi Tamás, a Vidám Színpad ügyvezető igazgatója beszélt. Óbudáról Kőbányára hogyan került ide a Vidám Színpad? Meg kell mondjam, hogy elég sűrű jártunk ide, mi annó is, amikor még a Révai utcában volt a régi Vidám Színpad, előfordultunk. Milyen érdekes, hogy egy fővároson belül az ember, lehet, hogy a közönség nehezen teszi meg azt a lépést, hogy átmenjen a belvárosba, de én meg szívesen járunk ide. Én nekem ez nagyon régi játszója, amikor Honvéd Együttesnél voltam, akkor sok előadást csináltunk itt. Mikor régi Vidám Színpad volt akkor is, és most, amióta Óbudán vagyunk, azóta azt hiszem, hogy majdnem minden előadásunkat bemutattuk már itt, kivéve ezt a Forró Hétvégét. Ugye be van bérletezve a Vidám Színpad, hál' Istennek, hogy minden évben minimum egyszer előfordulunk Kőbányán. Mit tud nekem elmondani a kőbányai közönségről, milyenek ők? Olyan érdekes, hogy nagyon-nagyon szeretik a végjátékot, az biztos. Tehát az egy hálás közönség, azt hiszem, hogy két szóval így lehetne ecsetelni. Nagyon jó pofa dolog még városon belül is kimozdulni otthonról, mert teljesen más a közeg. Nyilván előfordul az, aki innen is eljön esetleg oda Óbudára, Vidám Színpadra, az Eurocenterbe, de ugye kényelmesebb gondolom, főleg amikor most bélet van, nyugdíjasok jönnek valami ide közelből, sokkal hálásabb, és gondolom, hogy ezért ezt nagyon szeretik. Miről szól a mai darab, ez a Forró Hétvége címet viseli? Hát ez pont egy olyan forró hétvég, mint hál' Isten a mostani, hogy eső nélküli forró hétvége. Hát nem akarnám elárulni a poént, ha bár mondjuk ezt gondolom úgyis később megy adásba ez a beszélgetés, de hál' Istennek itt két házaspárról van szó, és mint általában az életben is, amikor azt tudja az egyik, hogy a másik az pontosan elutazik valahol valami hivatalos útra, akkor egyből szabad a gazda otthon vagy bárhol máshol, és hirtelen különböző légyottoknak a helye lesz egy ugyanazon lakás, mikor azt hiszi a feleség, hogy a férj egymegy, a férj meg azt hiszi, hogy a feleség megy el, és ebből aztán érdekes helyzetek adódnak. A mai digitális világban mennyire tudja, mennyire képes megállni a helyét a színpad, a színház és a színészet, a színművészek? Hát én úgy gondolom, hogy a színház az nem lehet ilyen formán veszélybe. Tehát úgy gondolom, hogy az élő húsvér játék az letörölhetetlen szerintem a színpadról. Hiába látja az ember esetleg televízióban. Nemrég mutattuk be decemberben a Rékonynak a Család ellen nincs orvosság című darabját a Vidám Színpadon, amit annó 10-20 nem tudom hány évvel ezelőtt a Révai utcában több mint 300-szor játszottuk. Most azt pontosan láttam, hogy ennek az előadásnak a felvétel a YouTube-on fönn volt, és nem kis nézőszám, aki rákattintott és megnézte, és ennek ellenére a decemberi bemutató óta ez az előadás az, ami a legnagyobb sikerrel megy, és havi 3-4 előadást tudunk csinálni, és full telt házakkal, hál' Istennek. Ilyen szempontból az jó pofa dolog, amit most csak úgy érzékelek, hogy nem biztos, hogy árt az esetleg, hogy fönt van egy más szereposztással az interneten egy előadás, mert érdekes módon, és hála Istennek, hogy kíváncsiak rá élőben az emberek. Tehát ez a cím, hogy Család ellen nincs orvosság, amely Rékuni, ugye miniszterfélei páratlan páros, ami 1000 év megy a Madách Színházba, ő egy fantasztikus szerző. És úgy gondolom, hogy azért az, hogy az ember megnéz egy televízióban, vagy egy interneten egy előadást, az teljesen más, mint a húsvér emberek rohangálnak a színpadon, és a helyzetekből adódóan fantasztikus szórakozást nyújtanak a nézőnek. És hát tegyük hozzá, teljesen interaktívvá is válhat akár egy ilyen előadás ennek során. Tehát teljesen más, ha monitoron nézek valamit és úgy reagálok, vagy hogyha itt nevetem ki a színészt vagy vele együtt, akkor ő is másképpen fog játszani. Kik fognak ma játszani? Ki lesz a szereplőgárda? Nagyon köszönöm, hogy még gyorsan válaszok a kérdésre, mert nagyon fontos, amit elmondott, hogy Szabó Dezső barátommal, akivel csináljuk ezt a színházat, mi igazából már, amikor a közönség összegyűlik a nézőtéren, halálpontosan mi ezt megtanultuk, tudjuk, hogy milyen lesz a közönség. Tehát általában, amikor jókedvel, zajongva ülnek a nézőtéren, akkor a 100% hogy fantasztikus közönség, és akkor van az, amikor az emberenél előfordul, hogy valami olyasmi történik a színpadon, ami egyébként máskor nem, és ezért nagyon-nagyon hálás a közönség. Úgyhogy mindig az elején már le tudjuk mérni azt, hogy milyen lesz az előadás. Ez egy
ez egy társas játék mindenféleképpen, tehát úgy gondolom, hogy a közönség és jó közönség nélkül ilyen előadás nem tud működni. Na, most elmondom a szereposztást. A főszereplője Szorcsik Viki, aki igazából most játsza először ezt a szerepet, ez egy főszerep, amibe be kellett neki ugrani, és később és továbbá is ő fogja játszani. Akkor játszik benne még Fésűs Nelli, aki a másik feleség, aki barátnők. Van egy nagyon helyes belső építész, aki Beleznai Endre játszik. Van benne Baronics Gábor, aki egy a francia szerető, aki szintén majd érkezik. Van benne a Szabó Sipos Barnabás, aki a férjet játsza, és a barát Attila, aki pedig annak a feleségnek a férje, aki ugye meg fog érkezni, de ő csak a második felvonásban, akiből aztán nagyon kellemetlen helyzet alakul ki. Gondoltam, hogy szerintem a szereplőt látogatja benne.
Az eredmény. Az eredmény. Biztos vagyok benne, hogy van neki. Na, honnan tudod? Hát onnan tudom, hogy miért ne lehetne neki szeretője. Már a férje mellett. Igen, a férje mellett lehet, hogy van neki egy szeretője. Igen. Aha. Na, a férje mellett, aki egy ilyen szám... A szerezményfolyam! Hát anna is, akkor honnan tudod, amikor soha életemben találkoztam? Hát épp ez az, hogy soha életemben nem találkoztam vele, meg te se találkoztál vele. Soha senki nem találkozott vele, mert állandóan távol van üzleti ügyekben. Én is mindig távol vagyok üzleti ügyekben. Na hát ez az, hogy te is egy szerezményfolyam. Ja, nem semmi, csak tudod, drágám, arra gondoltam, hogy mivel mindkettőnk férje állandóan távol van üzleti ügyekben, és hogy lehet, hogy azért mindkettőnk szeretőt tartunk, vagy ilyesmi. Bolond beszéd, ne felejtsd el, drágám, hogy Londonban vagyunk, és nem van a koszlott Párizsban. Jó, de te meg azt ne felejtsd el, hogy Daisy negyedrészt francia. A segítettem. Tényleg, hogy képzeld el, hogy a nagymamájának, az unokatestvérének, a férjének a húga egy gangon élt. Na jó, tök mindegy. A lényeg, hogy én ki fogom deríteni, hogy mit akar a férjén. Mit tervezett erre a hétvégére? Fúj, kutakodni a barátunk magánügyeiben. Ja, jó van. Daisyben nincsenek titkaink egymás előtt. Tudod, mindent el szokott nekem mondani, igen. És most pedig megyek, megnézem, hogy a rózsaszínű szoba rendben van-e.